Az aggódó családtagok most már feltehetőleg megnyugodhatnak. Állítólag az összes elrabolt gyereket szabadon engedték fogvatartóik Kamerunban. Ezt az a pap közölte, aki az emberrablók és a hatóságok között közvetített. A 11 és 17 év közötti diákokat és tanáraikat ebből a bentlakásos presbiteriánus iskolából hurcolták el fegyveresek hétfőn. A 78 gyereken kívül a sofőrjüket is elengedték, viszont az iskola igazgatóját és egy pedagógust még nem. Az emberrablás Kamerun angol nyelvű régiójában történt, ahol szakadár csoportok küzdenek a biztonsági erőkkel egy független, angol nyelvű állam létrehozásáért, mondván, hogy a francia nyelvű többség és a kormány elnyomja őket.